A mai videóban a magasztos, absztrakt gondolatok világából visszakanyarodnék kicsit a konkrét, szokványos, szintelen szaktalan világunkba. Mert hát mind szép és jó, hogy megfogalmazzuk az elveinket, az álmainkat, a hozzáállásunkat, és akár magát az életünk nagy célját, de ha közben elveszünk a hétköznapok teendőiben, akkor nem sok értelme volt. Felütöttem ezért David Allen Intézz el mindent, eredetileg Getting Things Done, avagy egyszerűen csak GTD című könyvét, amit sokszor a produktivitás bibliájaként emlegetnek. És ha ez a módszer segíteni tudott számtalan, hatalmas terhet és felelősséget cipelő üzleti vezetőnek, akkor valószínűleg nekünk egyszerű halandóknak is átláthatóbbá és stresszmentesebbé teheti a mindennapjainkat. Ha már stresszmentesség, a könyv alcíme, vagyis a stresszmentes eredményesség művészete azt ígéri, hogy nem csak produktívabbak leszünk, de közben nyugodtabbak is. Ha mindig azt csináljuk, amit tudjuk, hogy csinálni kellene, akkor nem lesz kognitív diszonancia, és könnyebben jön majd az a bizonyos flow élmény is. A tetejébe a módszer modulárisan alkalmazható. Nem csak akkor működik, ha mindent szóról szóra követünk, ezért remélhetőleg maga a hozzászokási fázis sem okoz majd túl nagy lelki törést. A szerző tisztában van vele, hogy nem vagyunk tökéletesek, ezért segíteni akar, nem csak egy újabb megfelelni valót akasztani a nyakunkba. Kiemelték még az elején, hogy inkább elvekről lesz szó, mint sem konkrét lépéssorozatokról. Na, ez nem igazán teljesült. Szemléltetésként a harmadik fejezet 5 lépcsős tervezési módszerét 2 ellenpélda után egyesével részletezzük, ahol az első lépcsőn belüli második alszekcióban egy 6 hosszú lista kifejtésének a 4. eleménél tartottam éppen, amikor felmerült bennem, hogy a Jancsi és a Juliska bekaphatják a kenyérmorzsáikkal együtt. Ralph Waldo Emerson szavaival: kismillió módszer létezik, de alapelv csak néhány. Aki az elveket megérti, az sikeresen választhatja meg a saját módszereit. Aki csak módszereket próbálgat az elvek megértése nélkül, az bizony bajba kerül. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem voltak benne hasznos, általánosan alkalmazható elvek. Csak azt, hogy egy kicsit ki kellett kaparni őket. Sok időtlen, elavulásmentes tipp volt például ilyen nagypapi modernitási szinten papír ceruzával megoldva. Én ezeket a megoldásokat kiszűrtem, részben mert az én digitális fixációmmal úgysem kompatibilisek. Másrészt pedig merem remélni, hogy az elvek ismeretében majd mindenki képes lesz a saját igényeire szabni a részleteket. A lényeg, hogy ez az egész nem tartalmaz semmi újat vagy forradalmit, csak konkrétan kimond minden olyat, amit kimondatlanul már amúgy is csinálunk. A konkretizálás miatti direkt irányítás viszont nagyon jelentős változásokat hozhat. Gondoljunk mondjuk arra, hogy eddig véletlenszerűen nyomkodtuk a gombokat az irányító fülkében, és most kapunk címkéket, hogy melyik gomb mit csinál. A könyv szerkezetileg 3 részben tárgyalja ugyanazt a tananyagot, különböző mélységekben és részletességgel. Utólagos engedelmetekkel én ezt egybe gyúrtam, hogy minden csak egyszer, de akkor teljesen érintsünk. Átugranám ezen felül a projekttervezéses részt, mert szerintem kezdésnek bőven elég arra koncentrálni, hogy a már meglévő szarviharral hogyan küzdjünk meg. Bevezetés. Manapság szinte elkerülhetetlen, sőt, divat, hogy többet vállalunk, mint amit elbírunk. Ez mellett elmosódik a munka és a szabadidő közti határvonal, főleg a tudás alapú munkában. Igaz, az információ, ami potenciálisan javíthatná bármelyik folyamatunkat, az tulajdonképpen végtelen és könnyen hozzáférhető, csak hát valakinek akkor hozzá is kellene férni, értelmezni, következtetéseket levonni. Ha pedig ez nem lenne elég, még általában a munkánk sincs pontosan definiálva. Vagy ha igen, akkor sem csak azt kell csinálnunk. Tulajdonképpen már nem a munkához kell alkalmazkodni, hanem a folyamatos alkalmazkodáshoz. Ha minden rendben menne az életünkben, ugyanaz lenne a munkánk, nem lenne semmilyen anyagi vagy egészségügyi krízis, nem kéne költözni vagy felújítani, nem jönne a gyerek, stb. Na akkor esetleg magától is szépen lassan rátalálnánk egy ritmusra, ami által fenntarthatóak lennének a mindennapok. De sajnos legtöbbször mind a cégek, mind mi magunk is folyamatos átalakulásban vagyunk. Az egész élet ritmusa, és kultúra, életvitel, technológia, ezek annyira felgyorsultak, hogy egyre gyakrabban kell hatalmas következményekkel járó változtatásokat eszközölnünk. Igazából nem sok minden más, mint régen, csak a sebesség. Semmi nem új, csak hogy milyen gyakran új.
Ez viszont ahhoz vezet, hogy a régi módszerek már nem elég jók, hiába csinálunk ugyanolyasmiket. Ezt a sebességet és komplexitást egy sima to-do lista már nem fedi le. Meglepően sok mindennel kell átlagosan napi szinten foglalkozni, ezért nagyon fontos a rendszer. Ha tudatosan felismerem, mennyi minden van a fejemben, és a rendszer is megvan, hogy hogy kell őket kezelni, akkor nem lesz nagy mentális teher egyikről a másikra ugrálni. Jó indulatú próbálkozás, hogy definiáljunk magasabb szintű, absztraktabb célokat, és majd az az értékrend vezérli a választásainkat. De ez a napról napra, óráról órára szint figyelem eltereléseivel nem nagyon tud megküzdeni. Az igazság az, hogy alapból senki nincs hozzászokva, hogy gondolkozni kell a munkáról. Nagyon sokáig a munka csak az volt, ami még nincs megcsinálva, és hát meg kell csinálni. Ha lapátolom a szart, akkor pontosan tudom, hogy mit kell csinálni. Látom, hogy mekkora a kupac, mennyi van még hátra, és lapátolok. Na, ez a két agysejtes hozzáállás manapság a munkára már sajnos nem elég. Az átívelő, kevésbé kézzel fogható életcéloknál pedig eddig sem volt elég. Szóval hiába tűnne logikusnak, hogy a nagy víziónk diktálja a részleteket, mégis építkezzünk inkább alulról felfelé. A legtöbben annyira el vannak veszve a hétköznapjaikban, hogy nincs esélyük eljutni a víziójukig. Ha viszont az apró implementációs lépéseket vesszük előre, akkor kezdetben vakon ugyan, de legalább elkezd haladni a szekér. A könyv megoldás javaslata 5 lépésben foglalható össze, ami egyben a következő 5 szekció témája is lesz. Egyrészt begyűjtünk minden teendőt, ezzel megadva, hogy mit jelent számunkra az, hogy kész vagyunk. Másrészt konkretizálunk minden elemet, ezzel megadva, hogy az adott elem szempontjából mit is jelent az, hogy csináljuk. Harmadrészt rendszerezünk minden elemet többszintű, komplex listákra. Negyedrészt önvizsgálat keretében ezekből a listákból tájékozódunk. És hát ötödrészt csináljuk, amit kell. Ha valami motoszkál a fejünkben, akkor már nincs rend, mert jó esetben semminek nem kellene motoszkálnia. Ezért kigyűjtjük, konkretizáljuk és tároljuk a dolgokat. Hogy mit kell csinálni, mi a végcél, mi lenne a következő lépés. Ettől már önmagában egy picit jobban leszünk, és ezt sokszorozva érezhetjük majd, ha mindennel így bánunk. A fő, hogy kikerüljön a fejünkből. Általában fordítottan arányos, hogy mennyit jár valami a fejedben, és hogy mennyire halad. Magunktól a legtöbb energiánkat arra pazaroljuk, hogy a problémáról gondolkozunk, nem a megoldásáról. Ez a fejünkből kikerülős alappillér azért működik, mert rákényszerít minket, hogy a megoldásra figyeljünk. Nem haladunk ugyan semmit, de konkretizálunk, és ettől letisztul, mit is kell majd csinálni, és hogy miért. A végcél és az odavezető út lesz fókuszban, nem a probléma. Bill Rader szavaival, a gondolkozás hasznos, ha cselekvésre motivál, de hátráltat, ha a cselekvés helyett csináljuk. De aggodalomra semmi ok, ez is olyan, mint egy atléta esetében. Fejleszthető. Nem azért haladsz lassan, mert lassan gondolkozol, csak mert rosszul. És nem az időnket, a bejövő információkat, vagy a prioritásainkat kell menedzselni, hanem csak a tetteinket. Amiket viszont 100%-ban mi irányítunk. Személyes véleményem, hogy nem maga a rendszer miensége az igazán fontos, csak hogy legyen, és hogy bízzunk benne. Egy rossz abb és az optimális rendszer közti különbség az relatíve kicsi. A nagy szakadék a nincs és a van között van. Legyen tehát valami rendszerünk, hogy felkészülten vonulhassunk harcba saját magunk ellen. Ahogy Sally Kempton fogalmazott, nehéz olyan ellenséggel harcolni, akinek a fejedben is van bázisa. Pár szóban még az előkészületekről. A szerző rendszeresen tart konzultációkat, és az átállás kúraszerűen kb. 2 teljes nap alatt szokott megtörténni. Nyilván esetünkben semmilyen formalitásra nem kell gondolni. Annyit viszont nyugodtan tudatosíthatunk magunkban előre, hogy mint minden újdonságnál, itt is várható egy komoly erőfeszítés. Ne hagyjuk, hogy ez lehangoljon, a karbantartás már gyerekjáték lesz. És idővel automatikus része a mindennapoknak. Csak hát odáig el is kéne jutni. Motiváljon minket az az O.H. Maurer idézet, miszerint könnyebb cselekvéssel helyrehozni az érzéseidet, mint érzésekkel helyrehozni a cselekedeteidet. Előfeltétel, hogy legyen egy rendes munka helyed. Ha otthonról dolgozol, akkor ott. Ha bejársz dolgozni, akkor ott
is. Ha sokat vagy úton, akkor arra is legyen egy kész megoldásod, hogy mit tudsz csinálni, mi hogy van kéznél, ilyesmi. Hogy tárgyilag mire van szükség, az természetesen nagyon egyénfüggő. A lényeg, hogy tudjunk valahogy listákat kezelni, és legyen valami naptár. Emellett pedig nem osztozunk. Mindenkinek szüksége van saját munkahelyre. Ami nem kell, hogy külön szoba legyen, de legalább külön asztal. A másik hangsúlyos elvárás egy általános iktatási rendszer. Ha az nincs, akkor csak egy amorf kupac lesz az elrakott dolgainkból. Legyen gyors, egyszerű, és legyen mindig kéznél, különben nem fogjuk használni. Illetve észben kell tartanunk, hogy itt hozzáférni is szeretnénk az adatokhoz, nem csak eltárolni. Jó ökölszabály, hogy ha egy percnél hosszabb bármit megtalálni vagy eltenni, akkor nem jó a rendszer. Ezekkel felvértezve pedig végre nekieshetünk az 5 fő lépésnek, amikkel kordában tarthatjuk az életünket. Begyűjtés. Amint kell, kellene vagy lehetne címkét aggatunk bármire, onnantól az egy befejezetlen. Befejezetlen, mert az agyunk tudja, hogy van valami, amit még nem csináltunk meg, de meg kell, vagy kellene, vagy lehetne. Ha ezt nem rögzítjük rendesen, vagyis a fejünkön kívül, konkrét végcéllal, konkrét következő lépéssel, akkor motoszkálni fog. A motoszkálás pedig folyamatosan emészti a figyelmünket. Ezért az első lépés a stresszmentesség felé, hogy begyűjtsünk mindent, ami a figyelmünket megragadja. Ez lehet ilyen fizikai inbox tálcába, papíralapon, digitális text vagy audio segítségével, e-mailben, mindegy. Ami elengedhetetlen, hogy minden a fejünkön kívül legyen, minden ugyanott legyen, vagy legalábbis minél kevesebb helyen legyen, mert hát ha egy része itt, egy része ott, akkor egyikben sem fogunk bízni, és jogosan. És minden bejövőt rendszeresen ürítünk, hogy használható maradjon. Csak akkor érezheted magad jól azzal kapcsolatban, amit csinálsz, ha mellette tudsz mindent, amit épp nem csinálsz. Ne kíméljünk semmit. Ha dolgunk van vele, jöhet. Ha túl nagy az inboxhoz, írjunk róla egy jegyzetet, és menjen az a jegyzet az inboxba. Ha már előre rendszerezve van, akkor is dobjuk ide be a közösbe. Jót fog tenni, ha mindent egyesével kezelünk. Ha valami csak nincs a helyén, az esetleg szimplán visszamehet a helyére. Ha csak nincs vele valami dolgunk, mert akkor persze megy a közösbe. Természetesen, ha a fizikai dolgok kész vannak, attól még egy mentális kör is kell. Ami csak eszünkbe jut, a klímaváltozás megállításától a macska kaja vásárlásig hazafelé menet. Fontos megjegyezni, hogy itt még ne essünk bele a rendszerezésbe. Ez most csak a begyűjtése annak, hogy mivel kell majd egyáltalán foglalkoznunk. És a döntéshozatal, vagy a kategorizálás pedig nagyon más elmeállapotot igényel, mint a begyűjtés. Legyünk tisztában azzal is, hogy ebben a stádiumban nem maradhat sokáig semmi. Ha az agyunk azt érzi, hogy nem foglalkozunk a bejövőkkel igazán, akkor újra jön a motoszkálás. Egy kis pszichológiai kitekintés, hogy a begyűjtés egyszerre szorongósan negatív és felszabadulósan pozitív. De a negatív rész igazából nem a sok tennivalóból ered, mert akkor soha nem lenne vége, hanem a sok eddig magunkkal kötött egyezményből, amit megszegtünk. Ha pedig ez így van, akkor ugye egyrészt nem kell annyit vállalni, ami egy tiszta to-do listával sokkal egyszerűbben védhető lesz, vagy meg kell csinálni és kész, vagy újra kell tárgyalni magunkkal. Ha valamit kizárólag a fejünkben tartunk, annak csak a jelen idő létezik. Onnantól, hogy legalább két dolgot tartunk a fejünkben, már is megszegjük legalább az egyik fogadalmunkat, mert épp nem csináljuk valamelyiket. Ezért kell a fejünkön kívül tárolni a dolgokat. És ez még arra is vonatkozik, ami első hallásra jelentéktelen. A fejünkben nincs különbség a pincetakarítás és a cégalapítás között, mert mindkettő csak egy fogadalom. Valamiről gondolkozni mindig sokkal hasznosabb, mint valamire gondolni. Az emlékeztetés ezért legyen a rendszer dolga, hogy mi a gondolkozásaink során mindig hozzátehessünk valamit a témához. Durván érezhető egy kapcsolatban vagy egy céges kultúrában, hogy mennyire megbízhatóak a láncszemek. Ha fogni kell a másik kezét, mert különben félünk, hogy nem lesz meg, amit kérünk, akkor ott lesz a háttérben egy folyamatos stresszadag. Elszaporodhatnak a meeting szükségletek is, amik nem is kellenének, ha olajozottan menne minden. Ha viszont megbízunk a másik rendszerében,
akkor nem kell mindig azonnali figyelmet kikövetelnünk, majd válaszol, ha oda jut. A szerző családjában még otthon is úgy csinálják például, hogy egymás inboxaiba dobálgatják be a dolgokat a másik megzavarása helyett. Ettől még persze nem biztos, hogy jó irányba megy a hajó, vagy hogy egyáltalán jó hajón vagyunk, de legalább hatékonyan haladunk. Konkretizálás. Ha jól tele a bejövő halmazunk, akkor ideje konkretizálni, hogy melyik elem micsoda, és mit kell vele kezdeni. Az első kérdés, hogy mi ez? Viccesen hangzik, de a szerző tapasztalatai szerint sokan idáig sem jutnak el. De mi azért legalább azonosítsuk már be, hogy mivel is van dolgunk. Aztán kapcsolódik a második kérdés, egyáltalán van-e vele dolgunk? Mert könnyen lehet, hogy nincs. Ha most még nincs, akkor inkubáljuk. Erre a rendszerezésnél majd visszatérünk. Ha nem is lesz, de azért referenciának el szeretnénk tenni, akkor mehet az iktatóba, ami ugye előfeltétel volt. Ha pedig még visszakeresni sem akarjuk, akkor arra bizony ott a kuka. Viszlát! Ha van vele dolgunk, akkor pedig az a legfontosabb, hogy pontosan, fizikailag mi a következő lépés vele kapcsolatban. Annyi, hogy meeting szervezése, az nem elég pontos. Az e-mail XY-nak a meetinggel kapcsolatban már sokkal jobb. Az nem következő akció, hogy dönteni kellene. A döntés gyors, és nem fizikai aktivitás, szóval ezt a részt nem illene tologatnunk. Ha kell még info a döntéshez, akkor a következő lépés lehet mondjuk e-mail XY-nak, hogy mi a véleménye. Vagy ötletelés mellette ellenelistával, ami majd közelebb visz a döntéshez. Mindenképpen vigyázzunk, hogy a következő akciók tényleg atomiak és konkrétak legyenek, különben visszaalakulnak cuccá, és továbbra is hordozni fogják a bizonytalanságot. Ha az így kitervelt akció nem tudja le egymagában az egész tennivalót, akkor itt köthetjük egy projekthez is, ami minden több lépésből álló feladatsort összefog. Amint ez megvan, újra elágazhatunk három irányba. Lehet a feladatot megcsinálni, delegálni, vagy elhalasztani. Ha az egész kevesebb, mint 2 perc, akkor tudjuk le, és kész. Semmi tudományos oka nincs, hogy miért pont 2 perc, csak kb. Ott van a hatékonysági határ, ahol iktatás helyett érdemesebb letudni, és akkor nincs mit iktatni. Ha hosszabb, viszont nem muszáj nekünk megcsinálni, akkor csinálja más. Magát a delegálás módját kommunikációs rendszerre válogatja, de fontos, hogy a mi oldalunkon is legyen írásos nyoma. Mert hát attól, hogy a másik fél elfelejti, nekünk még nem kellene. Ha pedig hosszú és muszáj nekünk, akkor majd visszatérünk rá. Pont. A félreértés elkerülése miatt még egyszer. Ha nem ilyen 2 perces gyorsan tudjuk le mókáról van szó, akkor itt még nem kell megcsinálni. Csak a döntést kell meghoznunk, hogy mi legyen vele. Haladjunk végig a bejövőkön sorban, egyesével, priorizálás nélkül. Itt még nem játszik, hogy mi mennyire fontos, mert most ugye csak döntök a sorsáról. Stephen Bain szavaival, olyan vagyok, mint egy szúnyog a nudista táborban. Tudom, mit akarok csinálni, csak azt nem, hogy hol is kezdjem. Ezen a ponton jó esetben egy csomó mindent kukáztunk, iktattunk, delegáltunk, vagy 2 perc alatt le is tudtunk. Maradt viszont egy folyamatban kupac, ami tartalmazza a megcsinálandó dolgainkat. Na, ezzel foglalkozunk majd a rendszerezés szekcióban. Nincsenek megszakítások, csak rosszul kezelt bemenetek. Egy kis pszichológiai kitekintésként ne becsüljük le a következő akció erejét. Az előre gondolkozás és a már leszűrt következtetések miatt lesz kihasználható egy-egy furcsa kis rés is a napi rendünkben. Lehet, hogy egy adott pillanatban arra épp nem lenne energiánk, hogy nekiálljunk az inboxunknak és kibogozzuk a dolgokat, de ahhoz pont igen, hogy egy agyatlan kis tennivalót elintézzünk. Sokszor van a fejünkben félhomály. Annyira pont világos a helyzet, hogy azt hisszük, hogy tudjuk, mi a következő lépés, de annyira meg pont homályos, hogy valójában nem tudjuk, ezért taszít, és mi kerüljük is. A jó képzelőerővel bíró emberek állítólag ezért is halogatnak jobban, mert ők képzelik el a legélénkebben a horrort, ami elől menekülnek. Ahogy Mark Twain fogalmazott, öreg ember vagyok, és sok nehézséget megéltem, de a nagy részük meg sem történt. Jó lenne, ha le tudnánk tompítani ezt a negatív önvizualizációt. És hát az alkohol például nem jó, mert az mindent letompít.
De a következő akció meghatározása ilyen hatással lehet. Nem is biztos, hogy a tennivaló felé voltak a negatív érzéseink, hanem az enyhe bizonytalanság és a döntéskényszer felé. A következő akciót így is úgy is meg kell határoznunk valamikor. De nagyon nem mindegy, hogy akkor határozzuk meg, amikor először felbukkan, vagy amikor már kiborult a bili. Az utóbbinál ugyanis folyamatos tűzoltó üzemmódban leszünk, és egyáltalán nem lesz hatékony a végrehajtás. Az előre meghatározott következő lépés tiszta képet ad, a felelős pedig elszámoltatható, produktív és önálló lehet. Ha nem a külső kényszer okozza a tetteinket, hanem mi magunk döntjük el, hogy mi is legyen, az többet ért, mintha csak szugerálnánk magunkba, hogy jaj, milyen hatékonyak is vagyunk. Ezek mellett a panaszkodást is frankon megszünteti. Ha lehet a helyzeten változtatni, akkor van következő akció, és figyeljünk arra. Ha nem lehet, akkor meg el kell fogadni a tehetetlenségünket. Amire a következő akció hiánya rá fog kényszeríteni. John F. Kennedy szavaival: minden tettnek ára van és kockázatokkal jár, de ezek jóval kisebbek, mint a kényelmes tétlenség hosszú távú ára és kockázatai. Rendszerezés. Oké, szóval begyűjtöttünk, konkretizáltunk, ideje, hogy rendszerezzük a maradékot. Elsődleges szempontunk, hogy élesek legyenek a határok a kategóriák között. Mind különböző féle egyezmény saját magunkkal, ami megadja, hogy mikor és hogyan kérjük az emlékeztetőt. Ha ezek elkezdenek összefolyni, akkor az egész értelmét veszti. Igazából csak listákat kell menedzselni, ami sokakat szkeptikussá tehet, hiszen nagyon sokan nagyon régóta írogatnak listákat, sikertelenül. De ez nem még egyszerű, hanem már egyszerű. Vagyis nagyon sok agyalás, rendszerezés és kísérletezés ment mögé, hogy a végfelhasználónak már csak listákat kelljen írogatnia. Ahogy John Gardner mondaná, a kifinomultságon túli egyszerűség elérésére kell törekednünk. A konkretizáló lépés döntései következtében összesen 8 helyre kerülhetnek a dolgok. Ha a projekthez kapcsolódik, akkor első állomásunk a projektlista és a projekthez köthető referenciák. Az egyes számú projektlista minden olyan feladat otthona, ami több lépésből áll. Ez egy nagyon laza feltétel, ezért valószínűleg egy csomó olyan dolog is projekt lesz, amire eddig nem így gondoltunk. A projektlista részleteket nem tartalmaz, csak egy aféle tartalomjegyzék, ami egy magasabb szintű, átfogó figyelmet ad és mentális energiákat szabadít fel. A jelenlegi helyzetünk, a távlati terveink, az értékrendünk, vagy a problémáink is lehetnek kezdőpontok a projektek felfedésénél. Igény szerint alkategóriákra szedhető, de mindre egyformán illene figyelni. A kettes számú a projektekhez köthető referenciák, amik tartalmazhatnak bármilyen támogató anyagokat. A lényeg, hogy ne emlékeztetésre szolgáljanak. Arra vannak más eszközök. Ide jöhetnek az olyan ötletek is, amik nem következő akciók, de azért már előre tudjuk, hogy hova fognak tartozni. Ha mindennek megvan a jól meghatározott helye, akkor nem kell többé semmit elfelejtenünk. Esetleg integrálható az általános referencia anyagokkal, de akkor tessék szorgosan elővenni és használni. A projektadminisztráció után foglalkozhatunk az előző lépésben meghatározott következő akcióval. Ha 2 perces volt, akkor ugye eleve nem is jutottunk vele idáig. Viszont, ha már itt vagyunk, akkor annak legyen valami nyoma. Delegálás esetén használjuk a 3-as számú várólistát, amivel mások felelősségét is nyomon követhetjük. Érdemes dátumozni, mert a visszakeresésnél nagyon hasznos lehet. Amikor tényleg ránk marad a feladat, egy további kérdést kell feltennünk magunknak. A következő akció időponthoz kötött, vagy amint lehet? Ha időpont alapú, akkor mehet a 4-es számú naptárba. A hatékonyság érdekében tegyünk különbséget az idő, pontok és a napok között. A legfontosabb azonban az, hogy a naptárunkat ne to-do listaként kezeljük. Csak az kerüljön bele, amit muszáj akkor vagy aznap elintéznünk, és azokat akkor onnantól tekintsük szentnek és sérthetetlennek. Ha telerakjuk mindenféle jó lenne aznap erre is sort keríteni jellegű szeméttel, akkor idővel valami úgy is kimarad, ami miatt nem fogjuk kellően tisztelni a naptárunkat. Ha pedig ilyen amint lehet jellegű a következő akció, akkor kerüljön az 5-ös számú to-do listáink egyikére. Ez lehet egy közös hely, vagy akár kategorizált.
érdemes lehet őket kontextus szerint rendszerezni. Például telefonnál, számítógépnél, városban, otthon, irodában, ilyesmi. Ez segít majd a legjobban, hogy a váratlanul adódó kis időmorzsákat is hatékonyan ki tudjuk használni. Késik az orvos? Addig letudhatnék egy-két telefont. Ha kéznél lenne egy listám, hogy kiket is kell és miért felhívni. Jean de la Bruyère megfogalmazásában azok panaszkodnak először az idő rövidségére, akik a legrosszabban használják ki az idejüket. Az aktuális tennivalókkal kész is vagyunk, de azért nyugalom, még mindig van három kategória. Ha csak aktuálisan nincs vele dolgunk, de később még lehet, akkor jöhet az a bizonyos inkubáció. Ezek is lehetnek időszenzitív dolgok, például a jövő héten lesz valami koncert, szóval hétvégén el ne felejtsük megbeszélni otthon, hogy akarunk-e menni, és ezek ugyanúgy mehetnek a naptárunkba. Ami viszont csak ilyen majd egyszer, vagy talán kategória, az menjen egy külön, hatos számú parkoltató listára. Át lehet gondolni az álmainkat, a vágyainkat, akár a jelenlegi projektjeinket inspirációért. Érdemes ezeket is kiírni magunkból, mert ki tudja, hogy a tudatalattink munkához lát-e, és még a végén lesz belőle valami. Ha nincs előrelátható dolgunk, de azért jó lenne megtartani az aktuális elemet referenciának, akkor igen, kitaláltatok, mehet a referenciák közé. Ha már tényleg ki lett válogatva, hogy ezzel a halmazzal semmi dolgunk, akkor nem baj, hogy sok van, nem fogja beindítani a motoszkálást. A rendszerezés maga egyéni ízlés dolga, érdemes előről egyszerűen kezdeni, és majd nő velünk együtt a rendszer. Levezetésként pedig, ha se dolgunk nincs vele, se visszakeresni nem szeretnénk, akkor a 8-as számú kukába kell kidobni. Magától értetődőnek hangozhat, de nagyon fontos, hogy ne keveredjen semmivel. Ha csak egy olyan dolog közé kerül, amivel van teendünk, akkor nem merjük majd kidobni, ezért újra válogatást igényel, cucc lesz belőle, és plusz munka. Szóval, amint megvan, hogy valami kuka, akkor az kerüljön is a kukába. Önvizsgálat. Nem elég rendszerezni a teendőinket, át is kell őket nézni időnként. Például egy dolog tudni, hogy elfogyott a tej, és egy teljesen másik dolog emlékezni is rá a boltban. Csak akkor fog menni a magasabb szintű gondolkozás, ha az alacsony szintet tényleg a rendszerre bízhatjuk, azt pedig csak akkor tehetjük meg, ha a rendszer mindig 100%-ban megbízható. Ezért kell mindig frissen tartani, periodikusan átnézni, törölni róla, bővíteni, stb. Ha nagyon sokáig nem nézzük át a nyitott szálainkat, akkor az agyunk fokozatosan visszaveszi az emlékeztető szerepet, és visszatér a rettegett motoszkálás. Szóval az egész GTD módszer működéséhez elengedhetetlen a rendszeres, mondjuk napi és heti átnézés. Merítsünk erőt az Ayn Rand idézetből, miszerint az életünk karbantartása és a boldogság keresése nem két különböző dolog. Ha minden rendesen kialakult, akkor napi szinten már itt-ott pár másodperc is elég lehet. Annyit kell csak nézni, és csak olyan gyakran, hogy mindig biztosak legyünk benne, hogy azt csináljuk, amit csinálni kellene. Nyilván a naptár és a to-do lista adják a napunk vázát, és általában ennyi elég is lehet. De legyünk azért flexibilisek, és tartsuk a többi listát is kéznél, mert bármi kellhet bármikor. A heti átnézés az egyes tennivalók helyett már inkább a projektek szintjén mozog. Érdemes eleve a projektlistára alapozni. A fő cél elérni azt az állapotot, ahol magabiztosan állíthatjuk, abszolút tisztában vagyok mindennel, amit nem csinálok, de csinálhatnék, ha úgy döntenék. A szerző tapasztalatai alapján ajánlja a péntek reggelente 2-2 órát, de mindenki szabja testre. A lényeg, hogy kvázi rituálé legyen belőle, mert ez fogja azt a mentális tisztaságot megadni, ami miatt sokkal kreatívabban tudunk gondolkozni a hosszú távú terveinkről. Albert Camus megfogalmazásában ahhoz, hogy megértsük a világot, néha el kell fordulnunk tőle. Cselekvés. Na, itt jön az a rész, amikor beavatkozunk a világ menetébe, és ténylegesen csinálunk is valamit. Remélem, senki nem gondolta, hogy ezt megúszhatjuk. Nagyon nem mindegy viszont, hogy mibe és hogyan avatkozunk be. És ha az első négy lépés bárhol elakad, akkor az szinte biztos nem ott és nem úgy lesz, ahol és ahogy kellene. A rossz hír, hogy ha mindent jól csinálunk, akkor is a legtöbb pillanatban több választási lehetőségünk lesz, amikből intuitíven kell választanunk. A jó hír, hogy a rendszerünk miatt talán már nem csak remélni fogjuk, hogy jól tudunk választani,
hanem bízunk is benne. Mindig többet kellene csinálni, mint amire képes lennél, és egyszerre csak egy dolgot tudsz csinálni. A kulcs az, hogy ugyanolyan jól érezd magad azok miatt is, amiket nem csinálsz, mint az miatt, amit épp csinálsz. A könyv egy 4 lépéses rendszert ajánl, ami segít a pillanat hevében dönteni. Első szempont a kontextus. Vagyis, ha munkában vagyok, akkor nyilván valami munkással haladjak. Vagy, ha épp nincs kéznél a telefon, akkor ne telefonálgatni akarjak hirtelen. A második szempont az idő. Nem mindegy ugyanis, hogy csak 5 percem van, vagy 5 órám. A harmadik szempont az energia. Mert hát az sem mindegy, hogy hulla vagyok, vagy most kezdek frissen. És majd csak a negyedik szempont a prioritás. Ha az előző 3 alapján leszűrtük a lehetséges opciókat, akkor a maradékból már prioritás szerint csemegészhetünk. Nincs idő percről percre és napról napra gondolkozni. Az kell, hogy addigra már túl legyél a gondolkozáson. A prioritásaink kialakításához, illetve az egész életünk menedzseléséhez pedig érdemes a céljainkra is különböző távlatokból tekinteni. A szerző 6 horizontot ajánl. A 0. szint, avagy földszint az aktuális tennivalók. Az első szint az aktuális projektek, a 2. szint a területek és felelősségek, a 3. szint a célok, amit itt 1-2 éven belülinek ítélünk, a 4. szint a vízió, amit 3-5 éven belülinek ítélünk, és végül az 5. szint a big picture, vagyis hogy mi az életcélom, mik az elveim, ilyesmi. A kihívás ott van, hogy összeházasítsuk a magas szintű, idealisztikus céljainkat az alacsony szintű hétköznapi melóval. Ahogy Sidney J. Harris mondaná, az idealista szerint a rövid táv nem számít. A cinikus szerint a hosszú táv nem számít. A realista szerint pedig a rövid távon megtett vagy meg nem tett dolgok határozzák meg a hosszú távot. És itt hadd ismételjem kicsit a bevezetőben már elhangzottakat. Lehet, hogy felülről tűnne logikusnak közelíteni, de valójában épp fordítva igaz. Mondhatjuk, hogy a felsőbb szintek határozzák meg az alsóbb szinteket, és hogy például minek vergődjek egy bizonyos melóval, ha aztán kiderül, hogy mondjuk nem is azt a melót akarom. De amíg az alsó rétegek nincsenek irányítás alatt, addig el sem jutok odáig, hogy a magasabb indítatásaimmal foglalkozhassak. Ha van egy olajozott, alacsony szintű módszerünk, akkor az működni fog később is, bármilyen célra is fordítjuk. Ellenben, ha hibátlanul ki is szuszakoljuk az életünk fő céljait, de nem tudjuk konkrétan végrehajtani őket, mert egyszerűen soha nem jutunk odáig, akkor mi is az értelme az egésznek? Ha süllyed a hajód, akkor nem igazán érdekel, hogy irányban van-e. Tudományos alátámasztás. Itt kb. Az eredeti könyvnek már vége, de az első megjelenése óta volt egy csomó érdekes kognitív és szociális kutatás, ami szépen alátámasztja a benne tárgyalt elveket. Az egyik a pozitív pszichológia, aminek elsődleges kezdeményezése, hogy ne csak a negatívumokra figyeljünk már mindig. A boldogság, a mentális jólét, az élet értelme és egyéb apróságok is megérnének egy misét, nem? Szerencsére ezekre is egyre több a formális tananyag, és a GTD is besegíthet. Itt sem csak to-do-listák vannak, ugye, és a mentális tisztaság, a helyes priorizálás, a boldogság, a siker, stb. Itt is célok, és hát következmények. Az elosztott tudat területe egy külső agyértékét hirdeti. Jelmondata, hogy az agyad az ötletek kitalálására való, nem a tárolásukra. És ha nem kell emlékezni, akkor sokkal könnyebben fog menni a gondolkozás. Mert arra viszont meg való az agyunk. Mondanom sem kell, hogy ez mennyire kompatibilis az egész GTD-vel. A kognitív terhelés témakörében kutatások igazolják, hogy a befejezetlen szálak tényleg ide tartoznak. És jó hír, hogy nem is csak akkor tűnnek el, ha készen lesznek, már akkor is, ha egy megbízható rendszerbe kerülnek. Vagyis kvázi igazolt, hogy a GTD rendszerrel valamilyen szinten lenyugtathatjuk magunkat. A flow elmélet esetében szintén nagyon hasonló a cél, és kb. Mindenben kompatibilis. A GTD tulajdonképpen csak alacsonyabb szinten segíti elő az ott leírt elveket. Az önvezetés elmélet 3 ága is mind kapcsolódik valahogy. A saját viselkedésünk irányítása megfeleltethető a rendszeres emlékeztetőknek. A természetes adottságaink kihasználása pedig lehet mondjuk a kis idők kitöltésével apró győzelmek bezsákmányolása.
Az implementációs szándékok arra alapoznak, hogy ha előre elhatározzuk, hogy mikor és mit fogunk tenni egy bizonyos cél érdekében, akkor az adott pillanatban meg is lesz rá az erőnk és a kapacitásunk. Ez pedig azért jó, mert nem kell az igencsak korlátozott mennyiségű akaraterőnkből költeni rá. A GTD szoros rendszer ehhez megint elég jól kapcsolódik. Végül a pszichológiai erőforrás, avagy PsyCap gyűjtőnév az önállóság, az optimizmus, a reményteliség és az ellenállóság együttesére. Gondolom senki nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy a GTD mindet támogatja. Egyrészt önállóak leszünk, mert mindig tudjuk majd, hogy mik a felelősségeink, és hogy mit is tehetnénk az érdekükben. Másrészt optimisták leszünk, mert arra nevel a rendszer, hogy hát megy ez, ha viszik, ami miatt több és nagyobb dolgokat merünk majd vállalni. Harmadrészt reményteliek leszünk, mert beazonosítjuk a céljainkat, és több potenciális utat is, ami miatt nehezebben fogunk elakadni. És végül ellenállóak is leszünk, mert az előre nem látott, vagy akár előre nem is látható nehézségekben is stabilitást ad, és segít megőrizni a hidegvérünket. Mesterré válás. A GTD eléggé olyan, mint egy hangszer vagy egy sport elsajátítása. Soha nincs vége, ez egy életen át tökéletesítgethető művészet. Cserébe viszont, a hangszerekhez és a sportokhoz hasonlóan, az egész nagyobb eredményhez vezet, mint a részeinek az összege. Alapszinten még egyesével figyelünk a begyűjtésre, a következő lépések meghatározására, a várólistánkra, a kontextusonkénti to-do listákra, egy átlátható és gyors referenciarendszerre, a lecsupaszított naptárra és a heti átnézésre. Minden könnyen el lehet csúszni, még ha magukban nem is nagy dolgok, de pont mivel nem nagy dolgok, visszamászni is ugyanolyan könnyű. Akár évekig is eltarthat, mire minden rutin szintre süllyed, viszont ha megvan, akkor stabil lesz az óráról órára, napról napra szintünk. Haladóként már inkább a hétről hétre, vagy hónapról hónapra felbontás a cél. Egyre magasabb horizontos gondolkozás és rend lesz jellemző, illetve az akcióink mellett már a projektek és az állandó felelősségeink is rendben lesznek. Ekkorra már jellemzően testre szabtuk és a saját életmódunkba integráltuk a módszert bizonyos mértékben. Jó jel továbbá az is, hogyha valami váratlan jön, az nem, hogy kilökne minket a rendszerből, hanem pont, hogy abban keressük a menedéket. Mesterként pedig már épp nem a rendszer van a középpontban. A felszabaduló energiákat pedig használhatjuk az érdeklődéseink és kapcsolataink elmélyítésére, vagy a külső agyunkkal hozzáadott értéket teremthetünk. A letisztult rendben olyan összefüggéseket láthatunk meg, amiket amúgy nem, és az életünk területeinek váratlan vegyítéséből gyakran hasznot húzhatunk. Összefoglalás. A GTD-vel egy olyan általánosan alkalmazható eszközkészletet kapunk, amivel képesek lehetünk a legzűrösebb, leghektikusabb fejetlenségbe is rendet vinni. Nyilván a fegyelmet és a munkát nem váltja ki, de legalább nem a módszertan hiányán csúszunk majd el a fegyelmezett munka közben. Összefoglalásnak egy mechanikus ismétlés helyett a számomra legfontosabb tanulságokat emelném ki. Egyrészt nagy hangsúlyt kap, hogy írjuk le a dolgokat. Személy szerint én is mérhetetlen változáson vagyok túl, mióta nem próbálok mindent fejben tartani. A fejünk nem alkalmas arra, hogy a mai világ komplexitásával egyedül birkózzon meg. Szóval írjuk le a dolgokat. Másrészt kapunk egy konkrét sablont is, hogy hogyan írjuk le a dolgokat, ami által a folyamat egyszerűbben gépiesíthető, és így hamarabb süllyed rutin szintre. Harmadrészt ez az egész csak arról szól, hogy standardizáljuk, milyen emlékeztetőket kérünk a dolgainkról és mikor. Nagy aha pillanat volt, amikor ez leesett. Negyedrészt szintén fontos mentális modellt adott az a rész, ahol a tennivalókkal kapcsolatos stresszt a magunkkal szemben megszegett fogadalmakra vezette vissza. Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat, először is tisztán kellene látnunk őket. Végül pedig a többször említett alulról felfelé hozzáállást hoznám fel újra, mert nagyon fontos igazságra mutat rá. Ha alacsony szinten nincs rendben a napirendünk, akkor mindegy, hogy mik a nagy céljaink, mert úgysem jutunk el odáig. Szóval először szedjük össze magunkat, és majd aztán jöhet a világ megváltása.